feltetjük a jogos kérdést. Az én képtorzulást szomorúan tapasztalom magam és mások életében is. De hogyan lehet ebből a helyzetből ki, illetve felszabadulni? A Szentírás tanítás alapján a rövid válasz így hangzik. A megtérés, az újjászületés, pedig azért ki van pipálva, de nem elég, és a Szent Szellem uralma alá helyezett hívő élet az egyedüli megoldás arra, hogy helyre álljon az önmagunkra alkotott kép. Tehát ha nem helyezem a Szent Szellem uralma alá az én életemet, folytonosságban, a hétköznapokban is, akkor állandó deficitekkel küzdünk. Így van? Ez a legnagyobb problémánk. Azon már nem is beszélek, valaki nem tért meg és nem született újjá. De hát döglött lóval nem lehet nyerni versenyt, ezt tudjuk. Tehát először is fel kell támadni. Aztán pedig olyan állapotba kell kerülni annak a versenyparipának, hogy képes legyen küzdeni a versenypályán egy rokkant, féllábú, lesántult lóval, nem lehet versenyezni, először meg kell gyógyulni. A legnagyobb problémája a mai kereszténységünknek az, hogy megfeledkeztünk arról, hogy a Szent Szellemnek egészen alávetett életet éljünk. Úgy gondoljuk, hogy uraljuk az életünket, biztosítva az alapvető életszükséglet a legtöbb embernek, ezért nem érezzük égető szükségét annak, hogy Isten szellemének uralma alá helyezzük az életünket, szokásainkat, kefteléseinket, időtöltésünket, pénzbeosztásunkat, szolgálatunkat és egyéb dolgainkat tekintve. Márpedig enélkül nem lehet, nincs helyreállás. Csak Isten szelleme tud bevezetni bennünket abba a jóba, amely az Isten eredeti terve szerint Krisztusban átvehető minden ember számára, mégpedig az, hogy az én képtorzulásból helyreállsz. És egészségesen kezdesz gondolkodni az Isten irántad való szeretete által önmagadról. Jézus tanítása segít bennünket megérte ennek a változásnak a folyamatát. A Szent Szellem munkája három rendkívüli fontos, egymásra épülő állomást fogalmaz meg a Szent Szellem munkájára vonatkozóan, Urunk. A János 16:8-tól így olvasom. Többek ismerik ezt az igét. Nagyon érdekes egyébként. És amikor eljön a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttuk engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme a sátán megítéltetett. A megtéréshez vezető első lépés az Isten Krisztusban adott jóságai szeretete fényében meglátni önönromlottságunkat, és megutálni bűneinket, sőt, még a bűnre olyan gyorsan hajlandó lelkünket is. Azért ez erős, nem? Hogy önön lelkét is, bűnre hajlandó lelkét is megutálja az ember, megundorodik tőle. Már pedig nincs megtérése nélkül. Mert mindaddig, amit ha úgy gondolod, hogy valamit átvinnél az újba, mert az úgy jó, úgy elteszel a kis dobozba, becsomol a kis szalvétába, jó lesz az még valamire, azzal újra és újra problémái lesznek. Problémáim lesznek. Nem lehet átmenteni a régi életből semmit. A Szent Szellem Isten a Szentírás igéit használva világít rá, helyezi reflektorfénybe, vétkes életünkre, és kikerülhetetlenül bizonyítja ránk bűneinket. Ugyanis a leleplezni azt is jelenti, hogy napvilágra hozni, rábizonyítani. Tehát amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni az ember életében, és Isten igéjét elkezdi használni, nem tudsz elbújni előle. Legszívesebben a világból kiszaladnál. Kiszaladnák én is, kiszaladnék én is. Amikor szembesülök azzal, hogy olyan messze vagyok ettől az igétől, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez borzalmasan rossz dolog. De mint hogyha egy színpadon áll, és akkor rád világítanak. Tiszta, maszatos, koszos, piszkos vagy. És most már mindenki látja. Persze ez nem igaz. Mert Isten nem megszégyelíteni akar, hanem megszabadítani. Isten nem azért mondja, hogy beteg vagy és halálosan, hogy kárörvendő módon megnézze pusztulásodat, hanem hogy elvezessen az egyedüli lehetőségre a gyógyuláshoz. A gyógyulás egyedüli lehetőségé, ez a kereszthez. Nincs menekvés a Szent Szellem elől, nem lehet elbújni világosságát kikerülve. Rádöbbenünk, hogy Isten szellemét nem csaphatjuk be. Ő mélyebben ismer bennünket, mint saját magunkat.
A názareti Jézus nem finomkodik, amikor erről beszél. Lukács így tudósít bennünket szavairól, Lukács 14:25-től. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még saját lelkét is, pszichai lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Tehát azt mondja az Úr Jézus, ha valaki a szokásait, a családjának romlott dolgait, amit elrontottak, ami istentelen volt, meg nem gyűlöli, sőt, még azt is, ami a saját lelkében van, és gonosz, és rossz, nem tudja Jézus követni. Mert nincs zagyvasággal követő keresztény élet. És annyi minden dolgozik azon, hogy megteljen az ember szíve, lelke zagyvasággal. És elhomályosodjon a látásunk. Engem is, titeket is kísértez. A Szent Szellem vezet el bennünket az őszinte szembenézésre. Amikor már nem másokat okolunk életünk bajaiért, hanem készek vagyunk szembenézni romlottságunkkal, és meggondolodni az Isten nélküli állapotunk miatt eltorzult, önző érzelmeinktől, tehát pszichi lelkünktől, érzelmeinktől, énközpontú gondolkodásmódunktól, és a rosszra való készségtől. A példabeszédek könyve nem kelt el, hanem világossá teszi, hogy mit gyűlöl az Úr. Gyűlöl. Annyira kemény. És ez ma sincs másképp. Azért, mert újszövetségkorban élünk, azt kell látnod, hogy Isten ezeket ma is gyűlöli. Nagyon kemény. Tehát nagyon kemény. Ne haragítsuk magunkra Isten szellemét. Tehát aki Isten szellemét magára haragítja, az nagyon rossz szellemi állapotba tud kerülni. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, tehát a kívánság. A hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket korholó szív, a rosszra sietve futó lábak, tehát a pszichia léleknek a mozdulása, érzelmi értelem akarat, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszályszító ember. Holott az Úr Jézus boldognak nevez azokat, akik nem a viszályt, hanem a megbékülés munkáják, mert ezt tanítja az evangélium. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Csak az az ember találkozhat Isten megigazító kegyelmeinek szeretetével, aki belátásra jutott, kificamodott életét illetően, és kész azzal őszintén szembenézni, bűneit Isten előtt beismerni. Ezt követi a Szent Szellem általi megnyugvás, az ítéletre nézve, hogy nem fog az ördöggel azonos ítéletre jutni, hanem része van az örök életben, a Teremtő Isten oldalán. Az élő Istenhez megtérő bűnösben hozza létre a Szent Szellem, az Isten gyermeke vagyok új identitást. Én képet. Az én kép torzulásból ennek az új identitásnak a felfedezése segít kigyógyulni, felépülni, ahogy naponként a Szent Szellemre hagyatkozunk. Sok ember azért ragad meg egy beteg önismeretben, mert csak időnként hagyatkozunk Isten szellemére, és egy nagy hullámos utat élünk meg az életünkben, de visszazuhanunk egy korábbi állapotba, és nem tudunk előre jutni abban, hogy meggyógyuljunk. Ez ugyanolyan dolog, szokták mondani, ugye, hogy ha valaki egy gyógyszert szed, azt szedni kell, tudom én, egy hétig, vagy 2 hétig, vagy 3 hétig, folyamatosan kell szedni, mert valaki ma beveszem, holnap elfelejtem, 4 nap van megint beveszek egyet, akkor az a gyógyszer nem hat, nem fejti ki hatását. Tehát ezért a gyógyulásban egy folytonosság, Istennek a folytonos munkája szükséges. Tehát, hogy alá helyezzem a Szent Szellem uralma alá az életem minden területét. Minden percemet, minden másodpercemet, minden forintomat, minden lehetőségemet, mindent. Na, ez nehezen megy nekünk. Ez borzasztóan nehezen megy nekünk. Rugódozunk minden módon, és újra kitalálunk valamit, hogy hogyan lehetne visszalopni egy kicsit ebből. A Szent Szellem hagyatkozással kapcsolatosan Róma 8:16-ban olvassuk, és itt már szellemről van szó, az emberi szellemről, maga a Szent Szellem tesz bizonyságot, ami
legbelső részünkkel, a szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát látjátok, Isten szelleme nélkül ez az identitás és a gyógyulás nem jöhet létre, mert a Szent Szellem kijelentésére van szükséged, ugyanis emberi lélekkel ezt elképzelni nem tudod. Ez hihetetlen. Ez elképzelhetetlen. Tehát te és én, amire képesek vagyunk, azt úgy hívják, hogy a hűtlenség. A hűtlenség. Erre vagyunk képesek. Ezt tudjuk összehozni. Így van? Nem vagyok én se kivétel. Ezért mondja a Szentírás. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Tehát amikor a hűségről beszél az Isten, akkor az ő hűségéről beszél, és nem a tiédről. Na ez a hűség tudja megteremni az ember szívében a ragaszkodást. A ragaszkodást. De a Szent Szellem kinyilatkozása nélkül eltévedünk. És amikor valaki, és figyeld meg az életedet, amikor a Szent Szellemtől eltávolodik az ember, tehát a maga feje után kezd menni, éppen ez a meggyőződés halványul meg a szellemében. Hogy Isten gyermeke vagyok. Ettől kerül távolabb, és ezért kerül bajba.